Hát szeretettel köszöntök mindenkit, és ugye ez idáig mindig a témánk az, vagyis az utóbbi néhány alkalommal olyan dolgok voltak, ami miatt ugye vádak érik a katolikus egyházat, ami állandó pontként szerepel ugye a úgymond bűnlajstromon, amit mindig a szemünk elé tolnak, hogy ezt is ti csináltátok. Ugye próbáltuk ezt megmagyarázni, hogy tulajdonképpen hogyan is kell ezeket a dolgokat tekinteni, egyfajta kiegyensúlyozottabb és objektívabb látásmóddal szemlélni ezeket a dolgokat. És most pedig olyan dolgokról kéne beszélni, ami kifejezetten a büszkesége lehet a mi egyházunknak, amitől tényleg a középkor egyáltalán nem mondható sötétnek, sőt a mi korunknál sokkal világosabb és istenesebb kornak, és ami tulajdonképpen arra is nagyon jó, hogy legközelebb, amikor azt vetik szemünkre, hogy a katolikus egyház mindig is ugye a tudásnak, a haladásnak, az emberiség jólétének az ellensége volt, hogy akkor mit is válaszoljunk, milyen dolgokat vegyünk elő, hogy ez az egész nagy tudományos haladás, amire ma olyan büszkék az emberek, ez nem létezhetne, hogyha középkorban nem lett volna katolikus egyház, ami ezeket fölkarolja és támogatja, és egészen konkrétan a nem lettek volna olyan szerzetes rendek, amelyek kifejezetten ugye hát a tudásnak és hát a nem csak teológiai, hanem a világi tudományokban történő ugye előrelépésnek is a letéteményesei voltak. Ugye a szerzetes rendekhez annyi, hogy mindenképpen alapként a bencés rendet kell ugye megjelölnünk, amiből kiindul a fejlődés. Tudnilik, ugye a nyugat legősibb és nagyon sokáig egyetlen egy szerzetes rendje. Azonban, ahogy általában lenni szokott, hát a bencés rendben is jelentkeztek ilyen lazuló tendenciák, az elvilágosodás, a meggazdagodás, az elkényelmesedésnek a tendenciái, és ezért újra meg újra jelentkeznek különböző reform irányzatok. Talán a leghíresebb reform irányzat, ugye a ciszterciek irányzata, azonban előtte még említek két olyan új szerzetes rendet, akiknek a célja kifejezetten a világtól való teljes elvonulás, az ókori, ugye pusztai remeték életideájának a megélése, ezek pedig a kartauziak, alapítójukkal, ugye Kölni Szent Brunóval, illetve a kamalduliak, akiknek az alapítója Szent Romuald volt. Ugye kifejezetten a szemlélődés, a böjt, az imádság, a hallgatás és a teljes klauzúra, vagyis a teljes elvonultság a jellemzője az életüknek. Most hát a kartauziakról ugye tudni kell azt, hogy ők egyfajta társas remeteséget próbálnak megvalósítani, tehát van egy közös templom, ami az egész remete telepnek a központja. Ebben a templomban végzik a ugye konventmisét, illetve a zsolozsma főbb imaóráit, és hát van egy közös része, ott van a káptalan terem, ahol ugye a rendi tanácskozások történnek, és bizonyos rendi szertartások, mellette az ebédlő, amit csak nagyon ritkán használnak, mert általában saját celláikban étkeznek, van egy esetleg egy vendégház, és aztán van egy nagy-nagy kerengő, egy hatalmas nagy folyosó, ahonnan nyílnak az egyes, nem cellák, hanem házikók, tehát minden szerzetesnek egy külön kis emeletes háza van, földszinten van ugye a műhely, ahol dolgozik, legtöbbször ilyen egészen egyszerű kétkezi munkát, mint amilyen a fafaragás, vagy valamiféle, vannak akik művészettel foglalkoznak, vagy szóval a két kezükkel dolgoznak, van egy kis kertjük is, amit megművelnek, és hát az emeleten van aztán a lakóhelység egy előtérrel, ahol egy térdeplő van és egy kereszt, ez az úgynevezett Ave Mária helység, ahol ugye a belépéskor mindig térdelve elmondanak egy üdvözlégyet, és utána ugye maga a szerzetes szobája,
ágyjal, térdeplővel, asztallal, nagyon puritán módon berendezve, ahogy a napjainak a legnagyobb részét tölti, ott mondja a Zsolozsmának a kishóráit, és a Szűz Mária kiszolozsmáját, és rendesen az étkezéseit is ott fogyasztja el. Hát itt van például a szlovéniai kartauzi kolostornak, majd körbeadom ezt a könyvet, ugye nagyon szép képek vannak, például egy ilyen belső udvara, a szerzetesi, ugye házikónak a belső szoba, ahol a szerzetes ugye él, és aztán hát vannak itt ilyen jelenetek az ima életünkből, vagy például itt a fizikai munka kapcsán, ugye tempomtakarítás, valamilyen fényműves munka, vagy éppen a fa, ugye, fahasítás, fahágás, ugye például mindig jellemző a kartauziakra, persze nagy könyvtár, de a középkorban különösen is a könyvmásolás volt jellemző rájuk, és aztán a kartauzi temető, aminek az a jellemzője, hogy a kereszteken nincsenek nevek, mert elegendő számukra, hogy az Isten tudja, hogy ők itt voltak, ugye koporsó nélkül, egy egyszerű deszkára rászögezve, habitusban temetik őket a rendtársait. Hogy? Rászögezve a habitus végét ugye a deszkára, hogy stabil legyen, hogy essen a deszkáról, tehát ő bizony a csukja ráhúzva az arcára, és akkor szépen rúgulja a lehető legegyszerűbb puritának a módon. Egyébként ugye hát a jelszavuk, így néz ki a címelük, és a jelszavuk az, hogy Sacrum Symbolicum Orbis, áll a kereszt, mi forog a föld. Tehát bármi történik világban, nem érdekli őket, amíg áll a kereszt, mint biztos ugye igazodó pont, addig nincsenek bajok, nincs gond, és azt is szokták mondani, hogy Cartusia nunquam reformata, Cartusi rendet sohasem reformálták meg, Kriánunkban deformálták, mert sohasem deformálódott. Tehát ugye ők nem nagyon szeretik a változásokat, a mai napig egy saját rítusuk van, ami a lioni középkori rítusnak a leszármazott, a saját nagyon szép zsolozsmájuk van. Hát én magam is kispapként ott töltöttem, kétszer egy-egy hetet töltöttem, és hát mondhatni, hogy a pappá válásom és a kispap évek túlélésében ennek döntő hatása volt ennek az élménynek, ami ugye teljes csendben és magányban történt. Hát esetleg körbe adom közben átlapozhatják ezt a kis könyvet. És ugye szóval ők a kartauziak, ja és hát nagyon érdekes a megalapításuk, ugye ez a kölni Szent Bruno egy nagyon híres egyetemi tanár volt, egy kölni professzor, kiért rajongtak a hallgatói, csak hát egyszer egy professzortársa temetésén azt mondja a legenda, egy olyan döbbenetes élményben volt része, hogy Zsolozsba közben a halott fölállt, vagyis fölült a ravatalon, és azt mondta, hogy ebben a pillanatban Isten igazságos ítélő széke elé vittek engem, és utána ez háromszor megismétlődött, és harmadján azt mondta, hogy Isten megítél, és a kárhozatra kerültem. És azt mondta Szent Bruno, hogy hát ha ez az ember, aki egy nagyon híres professzor volt, köztudottan nyámból, mindenki által tisztelt személy volt, ha ez a kározatra kerül, akkor mi lesz velem szegény bűnössel? És hát bizony úgy gondolta, hogy csak úgy tud üdvözülni, hogyha mindent elhagy, mindennek hátat fordít, ami ebben a világban ugye birtokol, vagy ami hírneve és dicsősége volt, és teljesen ugye a üdvösségének és a világ üdvösségének a ugye munkálásáért szenteli az életét. Hát persze utána nem hagyták végén a remeteségében, mert az egyik tanítványa pápa lett, és magához rendelte Rómába, hogy a tanácsadója legyen, sőt, még püspöké is akarta tenni, de hát Bruno nem hagyta magát, úgyhogy végül mégiscsak elengedték őt ugye Calabriába, Dél-Olaszországba, és ott ugye alapított egy újabb remeteséget, ahol végül meg is halt. A Kamalduli az nagyon hasonló ugye ehhez,
annyiban, hogy ott azért ez a remeteség egy picit enyhébb fokozatú, de mondjuk aki már volt a majki, ugye kamalduli remeteségbe, az látta, hogy ott is bizony a templom körül vannak ezek a kis házak, minden házban van egy kis kápolna, ahol ugye a szerzetes papok naponta miséztek, kis magánmisékat elmondták, és hát van egy lakóhelység, és gyakorlatilag ugye ott is ilyen társas remeteségről van szó. Na most mi a helyzet a ciszterekkel, illetve még korábban beszéltünk a Klünyi, a bencések Klünyi ágáról. Ugye ez a franciaországi Klüny nevezetű apátság egy reform mozgalmat képvisel a bencéseken belül, akik tényleg a központba helyezték az ünnepélyes, teljes körű énekes liturgiát, a tanulmányokat, tehát nagyon komoly szellemi munka folyt Klünyben, és hát ők elindítanak egyfajta ilyen központosítást, tehát hogy az addig teljesen ugye autonóm, önálló bencés apátságok szövetségbe tömörülnek, és így hát 700 kolostorból álló szövetség jön létre, és hát mindenütt ezt az új, sokkal buzgóbb, sokkal odaadóbb szerzetesi szellemet próbálják megvalósítani, és ebből a Klünyi kolostorból származik számos olyan nagy szent és reformátor, akiknek a középkori egyház az újjáéledését köszönheti, például nem utolsó sorban Hildebrand, a 7. Szent Gergely pápa, akiről már korábban beszéltünk. Na aztán ugye hát a bencéseknek az egyik reformága ugye a ciszterciek rendje, a Cito nevezetű ugye francia apátságról kapta nevét, Szent Róbert az alapító, azonban ez a reform kolostor mégiscsak valahogy hát a reform folyamat megakadt egy pillanatra, úgy tűnt, hogy nem lesznek, akik folytassák, és hogy kihal a kolostor, amikor egy szép napon bekopogott a kolostor ajtaján Clairvaux-i Szent Bernát, ugye, mi már így emlegetjük őt, egy fiatal ember, nem tudom pontosan mennyi, de jó pár társával, és hirtelen hát a kiürült és kihalásra ítélt kolostor megtelt élettel, és egy egészen új ugye virágzásnak indul. Na most hát ezek a ciszterek nagyon komolyan veszik a Klünyi ugye ünnepies díszes liturgia mellé a kemény fizikai munkát, és nagyon érdekes, hogy először ugye emelik ki azt, hogy még a nemesi származású szerzetesek is, akik gazdag befolyásos családból jöttek kolostorba, azoknak is ugyanúgy kell dolgozni a mezőn a legegyszerűbb kétkezi munkákat, mint ugye a teljesen egyszerű paraszti származású rendtagoknak. Tehát ugye nagyon szép testvéri szellem uralkodik a kolostorban, ők azok, akik élen járnak a földművelésben, az erdőírtásban, tehát a újabb földműves technikáknak az elsajátításában, és aztán ugye megjelenik a különböző, úgy mondanánk ma, hogy szociális társadalom biztosítási feladatok átvétele, tehát ugye a középkorban nincs kórházhálózat, nincs iskolahálózat, nincs semmiféle szegény gondozás megszervezve, ha csak nem a szerzetesekre. Gondolunk ugye a munkaképtelenek, a hajléktalanok, a betegek, az elhagyatottak, az árváknak a felkarolása, ellátása, ez teljesen ugye ezekre a reformált kolostorokra hárul, és nem utolsó sorban az utasvédelem, hiszen ugye abban a korban nagyon-nagyon veszélyes dolog a utazás, beleértve a zarándoklást is, mert hát ugye mindenféle erdei, zeges-zugos utakon haramiák garmada ugye várakozik a gyanútlan utazóra, és hát nagyon-nagyon könnyen előfordul, hogy rablótámadás áldozatává válik valaki, hogy vannak is ilyen korabeli imakönyvek, hogy imádság rablótámadás előtt három oldal, akkor mondom, hát ez hogy lehet volt a gyakorlatban, hogy elnézést, rabló úr, elmondom először az imádságot, és utána folytatjuk a rablótámadást, úgy
úgyhogy hát ez eléggé gyakori volt. No, de még inkább ezt a szempontot helyezték előtérbe az utasok, a zarándokok védelmét, a betegek gondozását, a lovagrendek, akik ugye egyszerre szerzetesek és katonák. Tehát fogadalmakat tett részben papok, részben laikusok, akik ugye szabályzatban, közösségben élnek, viszont katonai ruhában és katonai feladatokat látnak el, elsősorban a Szentföld védelmében, és ugye a keresztes háborúk során. A leghíresebbek azok a johanniták, akik ugye Szent Jánosról kapták, Szent János apostolról kapták a nevüket, és ezek először Rodoszon, majd Máltán ugye egy külön ugye saját államot is alakítanak, amely, hát a mai napig ez a rend, ugye máltai lovagrend címen létezik, és hát innen ered az ő szuverén jellegük, tehát, hogy habár ma már nincs területük, nincs földrajzi államuk, de ugye a máltai lovagrend tagjai, azok egy külön diplomáciai függetlenséget és szuverenitást élveznek, tehát külön útlevelük van, külön ennek a rendnek nagykövetségei vannak, és teljes autonómiájuk van, legalábbis elvileg. Ugye elsősorban ugye a kórházaknak a ellátása, beteg ellátás az ő feladatuk. Hasonlóképpen például a templomosok, akiknek az első ugye kolostora a jeruzsálemi templom hegyen volt, és hát ők is a zarándokoknak a védelmét biztosították, és hát azt hiszem, hogy már beszéltünk róluk, amikor az avignoni fogságról volt szó, hogy ők azok, akiket negyedik Szép Fülöp ugye befolyására 5. Kelemen avignoni pápa feloszlat, sőt, hát brutálisan ugye kivégzik őket mindenféle látszat perekkel, ilyen dolgokkal vádolják őket, mint bálványimádás, homoszexualitás, hittagadás, de valójában mi van a háttérben, a templomosok üldözésének a hátterében mi áll? Az, hogy ez a rend nagyon nagy vagyonra tett szert, ők ugyanis a bankrendszernek a kialakítói, mert hát ugye mondtuk, hogy nagyon veszedelmes az utazás, az zarándoklás, főleg, hogyha valaki még pénzt is visz magával, meg kincseket. Sokkal biztonságosabb, hogyha otthon, az ő szülőhazájába beadja a megfelelő pénzt a templomos ugye, rendházba, kap róla egy igazolást, hogy ennyi és ennyi kincset ugye letétbe helyezett, teljesen ugye pénztelenül utazik, de útközben és a célnál is, tehát az úci céljánál is, bármelyik templomos ugye rendházba bekopog, megmutatja a bizonylatát, ott megkaphatja a pénzét, ugye, és hát tud szépen gazdálkodni vele. Szóval ennek kapcsán igen nagy vagyont gyűjtöttek össze a templomosok, és Szép Fülöp francia király, ugye hát erre a vagyonra áhítozott, nem tudta másképpen megszerezni, csak úgy, hogyha megvádolja a lovagokat, és a pápára is nyomást gyakorol, aki mivel, hogy az avignoni fogság idején ugye uralkodott, és hát magának a királynak a területén lakott, mindenben a királytól függött, hát megtette, amit a király tőle követel, és itt van hát ez a történet, hogy amikor az utolsó nagymestert elevenen ugye elégették, akkor azt mondta, hogy egy éven belül Isten ítélő széke elé idézem a pápát is, meg a királyt is, és mind a kettő egy éven belül meg is halt. A következő lovagrend az a német lovagrend, akinek a máltaiakhoz hasonlóan saját állama is volt Poroszországban, és hát ez a német lovagrend Magyarországon is letelepedett, majd a poroszok térítésével foglalkozott, végül pedig volt egy ilyen rész is, amikor rátámadtak Lengyelországra, és hát itt kezdődött ez a lengyel-német ellentét, ami később is a történelemben megjelenik sokszor.
Aztán van a spanyol lovagrend, illetve lovagrendek, többfajta lovagrend. Ezek a mórok ellen harcolnak, ugye a Reconquista, tehát a Spanyolország visszaszerzése ugye folyamán, amikor a mórokat végleg elűzik Európából. És utolsó helyen említem a fogoly kiváltó rendeket. Ezeknek a feladata az, hogy a iszlám ugye rabságba esett keresztény foglyokat kiváltsa, ha kell pénzadományokkal, tehát ők is összegyűjtik az alamizsnát, összegyűjtik a ugye váltságdíjat, amivel kiváltják a testvéreiket, ha pedig ez nem elegendő, akkor negyedik fogadalomként hozzáteszik azt, hogy saját maguk vállalják a rabszolgasságot a ugye fele barátaik helyett. Tehát ők maguk veszik át a ugye muszlim rabszolgatartóknál a keresztény testvéreik helyét. Hát ez egy nagyon-nagyon nemes és szép kezdeményezés volt, nagyon sokan így bértanúk is lettek, ők a mercedáriusok, illetve a trinitáriusok. Trinitáriusok Magyarországon is jelen voltak, és ugye az a sok-sok szentháromság szobor vagy oszlop, ami sok helyen ugye látható a főtereken, az nem egyszer a trinitáriusokra, ugye a Szentháromság rendjének a műve eredetileg. Az alapítójuk, tehát sokfajta alapítójuk van, a mercedáriusoknak az alapítója Nolaszkói Szent Péter és Penyaforti Szent Rajmund, a trinitáriusoké pedig Mattai Szent János és Valois Szent Félix, akinek a múlt héten volt az ünnepe. Egyébként a régi rítuson naptár meglehetősen bővelkedik ilyen fogoly kiváltó szentekkel. Aztán jönnek a kanonok rendek, akik közül az első helyen kell említeni a premontrei rendet. Hát erről én ugye tudnék beszélni nagyon sokat, de most csak a legfontosabbra szorítkozom. A kanonok rendeknek az ideje, tulajdonképpen a gyökere, az eredeti ötlet Szent Ágostontól származik. Szent Ágoston ugye a maga kis püspökségében, a Hippói Egyházmegyében papságát összegyűjtötte a saját otthonában, szabályzatot adott nekik is, közösségben élt velük. Tehát rendszeresen együtt végezték a liturgiát, együtt szervezték meg a lelkipásztorkodást, és tulajdonképpen tehát papok közös szabály alatti élete. Jaj, ez lehet, hogy én vagyok, viszont azonnal megszüntetjük. Jó. Tehát a papok azért is a kanonokok, ugye canonicus annyit jelent, hogy kánonok, ugye szabályok szerint élő pap. Alapítónk ugye Xanteni vagy Magdeburgi Szent Norbert, attól függően, hogy a szülő városát nézzük, ami Xanten, ugye Nyugat-Németországban, vagy pedig Magdeburg, ahol érsek volt, ez pedig hát Észak-Kelet Németországban található. És ugye a premontrei elnevezés az a legősibb kolostorunkról kapta a nevét, amit Prémontrénak neveztek. A legenda szerint ugye Norbert előre látta, tehát hogy ez a prémonstrátum, tehát az előre megmutatott helyen, a Prémontré völgyében alapított kolostor. 1121-ben alapítottak minket, tehát rövidesen 900 évesek leszünk, és a ugye nagy újdonsága ennek a rendnek az, hogy egyesíti, én úgy mondom, hogy a mindenből a legszebbet és a legkellemesebbet, nevezetesen a szerzetes életből átveszi a közösen végzett ünnepies liturgiát, énekel teljes körű zsolozsmát, és a lelki pásztorkodásból pedig átveszi azt, hogy nekünk vannak híveink, vannak plébániáink, kimegyünk ugye a kolostor falain kívül is, és ugye lelkipásztori munkával foglalkozunk, és a lelkek üdvét szolgáljuk. Ezt a kettőt egyesíti Norbert, ami újdonság volt, addig ugye általában szerzetesek megmaradtak a kolostor falain belül is, és hát rendszeres lelkipásztori munkát nem vállaltak.
Norbertnek egyébként nagyon nagy sikere volt, tehát rohamosan terjednek a kolostorok, még ugye Norbert életében Várad-hegyfokon, tehát a Nagyvárad külső területén megalakul az első magyar premontrei kolostor is, ami hát annak is köszönhető, hogy ugye Norbert többet fokúnak a testvére volt, ami Szent László királyunknak, tehát volt rokonsági kapcsolat is. Még egy dologban élen jár Norbert és a premontreiek, hogy első ízben szervezik meg a harmadrendet. Ugye a szerzetes rendeknél az első rend általában az a férfi szerzeteseket jelenti, a másodrend azok a női szerzetesek, és a harmadrend azok a világban élő hívek, akik ugye nem adják föl a családjukat és a világi hivatásukat, viszont a rend közelében, a rend szabályzata szerint, a rend szellemében próbálnak élni, amennyiben ez a világi keretek között megvalósítható, és hát Norbert bizony első, aki ilyen módon a világiakat és bekapcsolja az ő reform mozgalmához, ami szorosan kapcsolódik 7. Szent Gergely reformjához, illetve a Klünyi kolostorból kiinduló reformhoz. Norbert maga is ugye hát gyerekkora óta már kanonok volt, tehát a xanteni káptalanhoz tartozott, de nem azért, mert hivatása lett volna már gyerekkora óta, hanem azért, mert a szülei ugye ilyen módon próbálták biztosítani a jövőjét, hogy egy jó egyházi állást kapja ugye rendszeresen a semmiért az egyházi jövedelmet, és közben élheti a maga vidám világ életét, és hát akkor történik az ő megtérése, hasonlóképpen mint Szent Pálé, hogy egy alkalommal, amikor éppen hát viharos időben ugye lovon vágtat egy Fréden nevű helységbe, akkor belecsap a villám a lova mellé, Norbert leesik a lóról, és ugye azt kérdezi, hogy mit kérsz tőlem, uram, és hát ugye az úr azt mondja neki, hogy hagyd el a bűnt is, ugye kövesd a jót, és tehát a bűneit ugye a szemére hányja, illetve azt kéri tőle, hogy változtasson az életén, és Norbert most megmaradva a kanonoki ugye kötelékben, de azért egészen más szellemben, bűnbánatban, szegénységben, ugye lelkipásztori buzgóságban, tehát gyakorlatilag vándor szónokként járja a környéket, és társakat gyűjt, akik közül hát például nem egy olyan szentünk van, aki családostól csatlakozott Norberthez, tehát hogy ugye a férj az premontrei szerzetes lett, a feleség premontrei apáca, és a gyerekek is kolostorba vonultak. Tehát például Gilbert, Godefréd, ilyen szentjeink vannak, akiknek ez volt az életben. Tehát ennyire nagy hatása volt az emberekre, a világi emberekre is. No, azután pedig a középkor nagy ne feledjük el a pálosokat, mint az egyetlen magyar alapítású rendet. 1250-ben ugye esztergomi Boldog Özséb, aki maga is kanonok Esztergomba, hát ő is érzi ennek a kényelmes, nagyon jól szituált, anyagiakban bővelkedő papi életnek a hátrányait, a lélekre nézve pusztító hatását, és hát a pilisi remeték felé fordul, akik hát magányosan élnek, bűnbánatban, vezeklésben, imádságban, de szétszórtan, nem szervezetten, hanem úgy magányos farkasként is. Akkor történik az a csodálatos látomás, hogy látja Özséb a pilisi erdőt, amint ugye mindenütt ilyen kis parazsak, kis lángocskák ugye keletkeznek, és ezek a fölemelkednek a földről, és egy hatalmas nagy tűzzé egyesülnek, és ebből tudja meg, hogy az úr azt kéri tőle, hogy a szétszórtan élő remetéket egy szervezetbe egyesítse, egy közösségbe, és hogy így ugye hát a vezető életüknek a hatása is megsokszorozódik, és aztán hát több pártfogót is találnak Rómában, az egyik nagy pártfogójuk Aquinoi Szent Tamás, akinek ugye a javaslatára ők is átveszik az ágostonos regulát, és egy olyan remete rend lesz, amely
egyesíti a remete életed a lelki pásztorkodással. Tehát mind a kettő jelen van az ő ugye, gyökerükben. A nagy, még egy nagy újdonsága a középkornak, ez a kolduló rendeknek a megjelenése. Mitől kolduló rendek? Ugye minden szerzetes leteszi a szerzetesi, a szegénységi fogadalmat. Tehát ez azt jelenti, hogy egy szerzetesnek nem lehet magánvagyona. Tehát nem lehet saját bankszámlája, saját háza, saját autója, stb. Tehát a saját nevén ilyesmi nem lehet. De általában a régebbi rendeknél a rendnek azért lehet vagyona, és ezt a vagyont a rendtagoknak ugye kiosztja, tehát mindenki használhatja a közös vagyon szükségletei szerint. Így élünk mi premontrejek is például, meg sokan mások is. Na de a kolduló rendeknek az a nagy ugye, újítása, hogy a rendnek, mint közösségnek se legyen vagyona, hanem a rend is teljes egészében adományokból éljen, adott esetben koldulásból. A prototípus ezeknek a rendeknek ugye a ferencesek, Assisi Szent Ferencnek a mozgalma, aki hát egy... ugye polgári, gazdag, polgári, kereskedő családból származó, eleinte kissé szilaj, kissé elkényeztetett fiatalember, akinek szintén van egy nagy megtérés élménye, hát most ugye erről is nagyon sokat lehetne beszélni, de hát szerintem nagyjából ismerjük azért az ő életét, és megint csak egy óriási nagy hatása van az ő mozgalmának, a szegénység mozgalomnak. Ferenc ugye eljegyzi a szegénység úrnőt, és hát ez a legfőbb célja, hogy az evangéliumot megélni úgy, ahogy van, az eredeti formájában, az eredeti lelkesedéssel, tisztasággal. Ugye van az a híres jelenet, amikor a Porciunkula kápolnát, a félig ledöntött templomot ugye látogatja, és a feszület megszólal, és azt mondja, hogy Ferenc, újítsd meg egyházamat. És ő eleinte úgy érzi, hogy ezt a templomot kell restaurálni, de aztán rájön, hogy az Úr többet vár tőle, vagyis hogy a romokban heverő egyházat ugye megreformálni, megújítani. Tudnilik, mi történik? Ez már a 13. század, és itt ugye egyre inkább föltörőbe van a polgárság, mint egy új társadalmi réteg. Jelentkeznek a városok, virágzik a kereskedelem. És hát ugye egyre nagyobb a szakadék a dúsgazdagok és a nyomorék szegények között, és hát nagyon sokszor úgy tűnik, hogy az egyház inkább a gazdagok oldalán áll, tehát hogy egy csomó szegény az teljesen eltávolodik, elszakad, mindenféle eretnekségeket fogadnak el, és emiatt az egyház valahogy szeretne a szegényekhez közeledni, és itt küldi a gondviselés Szent Ferencet, és utána Szent Domonkost is, hogy ez a szegénység, ez ne egyfajta ilyen hippi mozgalom legyen, egy ilyen radikális egyházellenes lázadás, hanem tényleg legyen egy evangéliumi megújulás az eredeti krisztusi szellemben. Na most ugye azt is tudnunk kell, hogy abban a korban hát nagyon-nagyon sokan szenvedtek az uzsora kamattól. A középkori uzsorások 100-200%-os kamatot szedtek. Annak ellenére, hogy az egyház a középkorban súlyos bűnterre alatt tiltotta a kamatszedést. Hát nagyon sokszor ugye ezért olyanok szedték a kamatok, akik nem voltak az egyház tagjai. Mondjuk a zsidók például, meg például bizonyos fajta eretnekek is. És ugye, hát ezek nem egyszer, miután a szegények nem tudtak 200%-ot visszafizetni, hát ezért szépen az adósok börtönébe kerültek, nem egyszer családostul, és hát ott rohadtak, amíg valaki jótékony lélek esetleg nem könyörült rajtuk, és nem fizette ki az adósságot. Na most itt lépnek a színre a ferencesek, akik ugye megszervezik az első zálogházakat, tehát ugye ők is adományokat gyűjtenek, amivel hát ugye kiváltják a szegényeket az uzsorások karmaiból. Ezeket a zálogházakat úgy hívják, hogy Montes Pietatis, a jámborság hegyei, szó szerint ez a fordítása, és hát így megmentenek nagyon-nagyon sok szegény.
Ferenc tudjuk azt, hogy amellett, hogy a szegénység szenvedélyes szeretője, nagy misztikus, ugye Krisztus sebhelyeit is hordja, a stigmákat az életének az utolsó részében, hogy nagyon-nagyon szép írása is vannak, hát az olasz költészetnek is valamiképpen a gyökerei megtalálhatók az ő ugye műveiben. Tudjuk azt, hogy például az olyan szép szokások, mint a keresztút, a ferencesektől származnak, vagy a Betlehem állítása, mert ugye a ferencesek lelkiségének a központjában az Jézus embersége, Jézus szegénysége, alázata, egyszerűsége áll. Ennek ez azért is alakulhatott ki így, mert ugye a keresztes hadjáratok során eljutottak az európaiak oda a Szentföldre, és látták ezeket a színhelyeket, látták, hogy ott az emberek hogy élnek, és az Úr Jézus is hogyan élhetett is. Ezt próbálják átvinni Európába, és hát olyan szép történetek vannak, hogy Ferenc ugye diakónus volt egész életében. Alázatból nem akarta magát pappá szenteltetni, és hát amikor egyszer Grecsóban megrendezték ugye a karácsony ünnepet, és Ferenc ugye énekelte az evangéliumot a ünnepi misében, és akkor eszébe jutott, hogy milyen szép lenne ezt ugye képileg is a hívek szem elé állítani, és akkor állatokból is élő emberekből fölállították az első Betlehemet, amit azóta is mi ugye gyakorlunk. A ferences mozgalom azonban, ugye hát már Ferenc életében is komoly problémákkal kellett, hogy szembenézzen, mert voltak olyanok, akik ezt a nagyon radikális ugye, szegénységet nem akarták vállalni, hanem ők is tanulni akartak, egyetemre járni, legalább a közösségnek legyen egy rendes kolostora, rendes templom, ahol élhet, és hát Ferenc rettenetesen szenvedett emiatt, egyfajta ilyen belső számüzetésbe is vonult már az élete vége felé, ez részben összefügg ugye a stigmatizációjával is, hogy akkor kapta a szemsebeket, és az ő halála után ugye két csoportra, két irányzatra bomlik az ő mozgalma, ugye vannak a minoriták, akik ugye, vagy konventuális ferencesek, akik ugye az enyhébb felfogást képviselik, és vannak az obszerváns ferencesek, akik a szigorúbb vonulatot viszik, tehát ezek a ferencesek, akik most nekünk itt ugye helyet adnak, ők az obszerváns ferencesek. Ugye az Ordo Fratrum Minorum, a kisebb testvérek rendje. Később majd alakul egy még szigorúbb irányzat, ezek a kapucinusok lesznek, akik már külsőleg is inkább szeretnének Szent Ferencre hasonlítani, például a szakálviselés, meg ugye a kapucinek ez a sajátos ilyen hosszúkás, csúcsos formája, és hát a szegénységet egészen radikálisan akarják megélni. No, hát talán most, ja és hát persze az egyházi elismerés, hogy eleinte, hát Ferencet ugye a saját családja is bolondnak tartotta. Ugye Poverello Isten szegénykéje, Isten bolondja, és ugye hát az apja is gyakorlatilag hát kitagadta őt, amikor elkezdte ugye a szegényeket pártfogolni a családi vagyomból, és hát az egyház is eleinte hát ilyen eretnekség gyanújával tekintett rá, azonban Ferenc megjelenik ugye a talán egyik leghatalmasabb középkori pápa, harmadik Ince előtt, akiről a múltkor szó volt, és ugye Ince hát a Ferenccel való találkozás előtti éjszakán egy érdekes álmot lát, ugye itt van az alvó Ince pápa, aztán hogy a Laterán bazilika, a pápa székesegyháza összedőlni készül, és egy szegény, rongyos kis barát megtámasztja vállával, és nem engedi, hogy ez a bazilika összeomoljon. Mitán Isten a következő napon a pápai audienciát élőben is megjelenik ez a szegény rongyos csuhás, és előadja az ő programját, az ő reformtervezetét, és Ince elgondolkozik is rámódni. Igaz, hogy akkor még nincs szabályzatuk, mert Ferenc azt mondta, hogy elég nekünk az evangélium, nem kell külön szabályzat, de később hát lesz szabályzat is, és akkor harmadik Honorius pápa jóvá is hagyja őket, és ilyen módon hát megmarad a mozgalom az egyház keretein belül. Ugyancsak olduló rend, de egészen más stílusú, hát a domonkosoknak a rendje.
Ugye Szent Domonkos az alapító, aki szintén kanonok volt, mégpedig spanyol, egyes vélemények szerint premontrei volt eredetileg, nem tudjuk pontosan, de mi premontreiek mindenütt szeretjük látni ezt a premontrei vonalat, ugye? És előszeretettel ezt ki is hangsúlyozzuk. Na, szóval a lényeg az, hogy ő ezt nem találta elég szigorúnak, de a fő ugye, célja az volt, hogy ugye rengeteg eretnekség pusztít, különösen ugye Dél-Franciaországban, Albi környékén, más vidékeken is, és hát az egyház próbál ezek ellen erőszakkal föllépni, ugye keresztes hadjáratot is hirdetnek ellenük, erről a múltkor szó volt, és Domonkosnak pedig az a tapasztalata, amikor egyszer a püspökét kíséri az egyik úton, és hát betérnek útközben egy kocsmába, amit éppen egy katar eretnek vezet, és éjszakában nyúlóan vitatkoznak, tárgyalnak a kocsmárossal. A kocsmáros ugye próbálja bizonyítani az egyház mennyire bűnös, megromlott, mennyire ugye nem Krisztus egyháza már, de amikor látja Domonkosnak az alázatát, a szeretetteljes és okos beszédét, akkor látja, hogy hát ebben a papban semmi nincs ebből a romlottságból, ebből a világias gazdagságból, ami annyira zavarta őket, akkor hajnal pirkadatkor megtér ez a kocsmáros, és vele együtt az egész családja. És innen jön rá arra Domonkos, hogy hát tanítani kell, prédikálni kell, ugye meg kell győzni az embereket észérvekkel, és a papság hiteles, alázatos, szegény krisztusi életével. Így alakul a domonkosok rendje, elsősorban ugye célja az eretnekek megtérítése és a komoly tanulmányok folytatása. Ebből lesz aztán az, hogy ugye az első egyetemeken majd a domonkosok lesznek a vezető ugye, tanárok, elsősorban teológia, de más téren is. Hát ugye Aquinói Szent Tamás a teológusoknak a fejedelme, de hát az ő tanára, Nagy Szent Albert, akit itt azért látunk püspöki süvegben, mert egy időben Regensburgi püspök is volt, ugye, hát ő bizony a világtudományokhoz is értett, nem utolsó sorban a természettudományoknak is a mestere volt a korabeli szinten, csak ő volt az, aki védelmébe vette elsőként a fiatal Aquinói Tamás, aki hát tudjuk, hogy egy elég ilyen kövér és esetlen alak volt, és hát a társa néma ökörnek csúfolták, a tanár, az Albert azt mondta, hogy na de hát, ha egyszer ez a néma ökör elrikantja magát, az egész világ majd belevene, és így is valami. Ugye, tehát Nagy Szent Albert a Doctor Universalis, az egyetemes doktor, aki minden korabeli tudományhoz mesterfokon értett. Ugye hát később majd az inkvizíciót is, ugye a pápák elsősorban a domonkosokra bízzák, mert nem korruptak, tehát nem lehet őket megvesztegetni, mivel hogy ugye kolduló rend, másrészt nagyon tanultak, tehát képesek meggyőzni, képesek az egész bírósági pert objektív módon levezetni, tehát gyakorlatilag kompetensek megállapítani azt, hogy ki eretnek is, ki nem eretnek is, tehát ezeknek a megtérésén is dolgozni. Egy csodálatos eszköze volt Domonkosnak, amit a Jóisten a kezébe adott, ugye ez a rózsafűzér. Habár nem a mai formájában, de egy kicsit későbbi a rózsafűzér mai formája, de hát a legenda szerint, vagy a hagyomány szerint a szűzanya maga adja Domonkos kezébe ezt az eszközt, hogy az az írástudatlan ember is, aki nem tud írni, olvasni, aki nem járt iskolába, de tudja fejből a mi atyánkot is, az üdvözlégyet, meg a dicsőséget, és ugye hát megtanítják neki a titkokat, hogy ezzel a pár nagyon egyszerű alapimával ugye egyszerre gyakorolja a mély imádságot, az Isten kapcsolatot, és ugyanakkor a hitnek az alapigazságait is ugye a lelkébe és az elmébe vésse ezáltal. Tehát valamiképpen az eretnekségnek a fő ellenszere lett a rózsafűzér, ami széles ugye a nép széles köreiben elterjedt.
A harmadik középkori kolduló rend azok a kármeliták, akik ugye Palesztinában alakulnak a Kármel hegye környékén, és ők arra hivatkoznak, hogy már Szent Illés is az ő ugye tanítványainak a köreire vezethető vissza az ő mozgalmuk, tehát Szent Illést atyuknak tartják. Minden esetre az biztos, hogy már nagyon-nagyon régen ott a Kármel környékén voltak remete telepek, és hát a keresztes hadjáratok idején ugye Szent Bertold keresztes lovag megalapítja a kármelita rendet, majd miután ugye a keresztes hadjáratok hát befutcsolnak, és a törökök előretörése miatt ez a rend nyugatra áttelepszik, Stokszent Simon az angol rendfőnökük vezetése alatt, és hát az ő ugye lelkiségük is alapvetően szemlélődő, misztikus, elmélkedő lelkiség, az pedig, amit széles körben ugye elterjesztettek a hívek között, amit a mai napon is ismerünk, ez pedig a ugye skapulári. Tehát a hagyomány szerint a szűzanya maga adja Stokszent Simonnak ezt a válruhát, és ugye azzal az ígérettel, hogy aki ezt hordja, és ennek megfelelően él, és a megfelelő imákat elvégzi, azt a szűzanya nem hagyja a tisztító tűzben halála után, hanem a halála utáni első szombaton majd kimenti őt a tisztító tűzből. Minden esetre skapulária nem csak a kármelitáknak van, van nekünk is, ugye, tehát ez a rész, ez a skapulári, ami eredetileg egy munkakötény tulajdonképpen, hogy a habitus ne piszkolódjék össze fizikai munka közben, akkor ugye fölvették ezt a skapulárét, hogy fölfogja a piszkot, és hát később ugye hát a szűzanya váruháját jelképezte, úgyhogy nekünk is premontreknek van egy ilyen történetünk, hogy Szent Norbertnek a Szent Ágoston a reguláját adta át egy látomásban, a szűzanya pedig a skapulárét. Tehát mi is a szűzanyától kaptuk, úgyhogy büszkén hordjuk az ő emlékére. No, és hát igen, nagyjából a középkori szerzetességről hát összefoglalóan ennyit. Ja, hát van itt például egy ilyen térkép is, hogy mennyire rohamosan terjedtek ezek a koldulórendek. Ugye a piros pontok a ferencesek, a kék pontok a dombokosok, tehát 1300 körül egész Európát beáldozzák az új alapítások, és hát rengeteg helyen megjelennek. Nem is beszélve, hogy például itt a mi vidékünkön, Magyarországon is, sőtünk délenre is, mondjuk a török hódoltság idején, hogy a török nem engedte senki mást a területére, csak a hódoló rendeket. Tehát nem egy helyen ferenceseknek lehet köszönni, hogy a török hódoltság idején megmaradt a katolicizmus egyáltalán. Tehát mondjuk elmenjünk Szegedre, ott az alsóvárosi templomba, ugye a fekete szűzanya kegyképe, vagy hát délebre is vannak a Horvátországban, Boszniában ilyen helyek, ahol hát a ezek mind a ferencesek, tehát a ferences plébániák voltak az egyetlen működő plébániák abban a korban. No, és hát hogyha már említettük az egyetemeket és az oktatást, hát akkor áttérünk a középkori oktatásra és hittudományra, ami egy nagyon komplex téma, most csak összefoglalóan. Tehát alapvetően az egész középkora jellemző a keresztény szemlélet, az Isten központúság és a tekintélytisztelet, a hagyománytisztelete. Tehát a középkor nagyon szereti a könyves tudományokat, a tekintélyekre hivatkozik. A mai kor ugye inkább a kísérletezés, inkább a megfigyelés, inkább a természettudományok irányába ugye akar fejlődni a középkor, az a tekintélyek alapján is ugye deduktív gondolkodás, tehát következtető, levezető gondolkodás révén ugye akar előrelépni. És hát én nem győzöm sohasem az iskolánkban emlegetni, hogy mikor már hallom ezt, hogy interaktív, meg kreatív, meg ilyesmi, néha szabályosan rosszul leszek, azért mert ezt
annyira hozzára viszik, hogy tudni, hogy ki lehet kreatív. Az, akinek van miből kreatívnak lennie. Tehát vannak alapismeretei. Most én hogy építek kreatív módon egy csodálatos palotát, hogyha nincs tégla hozzá, nincs cserép, nincs malter, nincsenek alapvető építészeti ismeretei, mert nem lehet kreatív. Tehát a semmiből nem lehet kihozni valami kreatív gondolatot, hanem nagyon komoly alaptőke kell, amiből aztán elkezdek gazdálkodni. Tehát úgy, hogy nem dolgozok, nem tanulok, semmi nem érdekel, de majd valahogy a semmiből úgy kipattad valami világ megváltó ötlet, olyan nincs. Tehát azért keményen meg kell dolgozni, meg kell szerezni a tudást. Ezt a középkor nagyon jól tudta, és nagyon jól művelte. Ugye az alapfokú oktatás a középkorban plébániai iskolákban zajlott, tehát a plébánostól elvárták, hogy azért alapvetően a területén levő gyerekeket valamilyen szinten összegyűjtse, oktassa. Hát nem ment ez azért zökkenőmentesen, mert tudjuk, hogy faluhelyen azért, amikor a földön dolgozni kell, ugye aratás, vetés, stb., akkor oda kimegy mindenki, és dolga, akkor az alatt nincs tanítás. De az írás, olvasás, éneklés nagyjából ez volt az alap szintnek a feladata. A következő szint az a káptalani és kolostori iskoláknak a léte. Ugye, tehát kolostorok is szerveztek, ugye elsősorban bencések, majd a többi rend is ebbe bekapcsolódott, és hát a székesegyház körül, ugye a kanonoki testület, a tudós papoknak a közössége, akik a püspököt segítették a kormányzás feladatában, ők ugye iskolát is fenntartottak, és itt a fő ugye tantárg a hét szabad művészet volt. Hát ezek a mai értelemben nem művészetek, hanem inkább ilyen tudományok, készségek. Két részre voltak osztva, az alap az a trivium, a hármas út, ez a grammatika, a latin nyelvtan, a retorika, vagyis a szónoklattan, és a dialektika, vagyis a logikus gondolkodás, a vitatkozásnak a művészete. Tehát manapság sokszor azt látjuk, hogy a gyerekeink nem tudnak fogalmazni, még szóban sem, nem hogy írásban. Nem tudják a gondolataikat ugye érthetően kifejezni. Ugye a vitatkozás is abból áll, hogy ki a hangosabb és ki az erősebb, annak a véleménye győz. Tehát a középkorban ezt megtanították, hogy hogy kell alapvetően megnyilvánulni. És hát mindez latinul kellett persze, mert ez volt a köznyelv, amit mindenütt Európában értettek és beszéltek, úgyhogy hol lehetett a latin tanulást kezdeni a liturgiában, a zsoltározással. Tehát a középkori iskolában rendszeresen minden nap részt vettek a Szent Zsolozsma éneklésében, imádkozásában, a gyerekek is. És ugye az egyik legelső tananyag volt a 109-es Zsoltár, a vasárnapi vesperás Zsoltár, a Dixit Dominus Domino Mea Monda, az Úr az én Uramnak, ő az én jobbomra, ugye a D betű volt az első, amit megtanultak, ugye a Dixit Dominusból. És aztán a következő, aki ezt ugye a triviumot elvégezte, mehetett tovább a quadrivium felé, a négyes út felé. Ez volt az aritmetika, vagyis a számtan, a geometria, ami mértan is földrajz, a muzika, az egyházi zene, ugye elsősorban a gregorián, és aztán az asztronómia, a csillagászat. Tehát ezekben kellett ugye jeleskedni, és aki ezt a szintet is már elteljesítette, az tovább léphetett a felsőfokú iskolákba, az udvari iskolákba, amit hát általában ugye hát királyi székhelyeken nyitottak, például Párizsban, Aachenben, ugye az egyik leghíresebb Nagy Károly udvari iskolája, ahol elindul az úgynevezett Karoling reneszánsz, ugye a nagy-nagy középkori ugye tudományos hát áttörés és virágzás. A leghíresebb udvari tudósa Nagy Károly iskolájának Alkuin volt, aki a császár bizalmas, a tanácsadója, és ennek egyik legkiválóbb tanítványa Hrabanus Maurus, mainzi érsek, a német kultúra megalapítójának szokták őt nevezni. Tehát ezeken az udvari iskolákban képezték a magasrangú állam és egyházi tisztviselőket. Na most egy középkori egyetem az hogy nézett ki? Ugye alapvetően
Voltak pápai, és voltak királyi alapítású egyetemek, tehát aki azt mondja, hogy az egyház az mindig is a tudomány és a fejlődés ellensége volt, akkor annak azt kell válaszolni, hogy ugye legalább 30 pápai alapítású egyetem keletkezett ugye a középkorban. Itt van egy szép kis térkép, ami azt mutatja, hogy 400-ig alapított egyetemek, ugye különböző, tehát a mi vidékünkön hol van egy egyetem, hát van ugye Budán, 1395 Pécs, 1367, aztán ugye kicsit távolabb Krakó, 1364 Bécs, 1365, és aztán ugye Németországban milyenek voltak, hogy Heidelberg, Köln, Erfurt, ugye Itáliában természetesen Róma, Nápoly, Salerno, Perugia, Arezzo, Firenze, Bologna, Verona, Piacenza, Franciaországban, Orange, Avignon, Montpellier, Párizs természetesen, Toulouse, Francia, vagyis Spanyolországban, Salamanca, Coimbra, Lissza, ugye Portugáliában, Lisszabon, Sevilla, Valladolid, stb. Egy csomó ilyen van, de még ezeket is megelőzte az angol művelség, ugye Cambridge és Oxford, az angol egyházi tudományosság egyik legnagyobb művelője, Béda Venerabilis, tiszteletre méltó Szent Béda volt, aki ugye gyerekkorától szerzetesként működött, de gyakorlatilag a teljes antik műveltséget azt beépítette a keresztény kultúrába, és megalkotta a középkori iskolák kézikönyvét, ami hát az akkori ugye műveltségnek az enciklopédiája lett. Középkori egyetemnek ugye alapvetően négy fakultása volt, négy ugye szakja, ez pedig a hét szabad művészet egyetemi szinten, ez volt az alapozó, és aki ezt teljesítette, akkor az mehetett teológiára, jogra vagy orvostudományra. Az egyetemeket ugye általában városokba alapították, az oktatókat fakultásokba, vagyis karokba osztották, a hallgatókat pedig nemzetekbe, nációkba. Mi volt a módszere a középkori ugye oktatásnak? A úgynevezett prelekció, vagyis az előadás, ahol ugye hát a tanár a vezérfonalú szolgáló könyvből olvasta és magyarázta a tananyagot, majd következett a nyilvános vita, a diskuta, ami egyfajta, olyanfajta számonkérés volt, ahol ugye meg kellett védeni vitában az egyes tételeket vagy állításokat. Tehát ugye a tankönyveket, azokat az asztalhoz, a katedrához láncolták, hogy nem valami mazzal, ugye, tehát nem lehetett otthon tanulni, nagyon masszív és nagyon nagy értékű drága könyvek voltak ezek, ugye főleg amikor még kézzel írott könyvek voltak, tehát az asztalhoz láncolták őket is, egyébként a diákoknak mindig mondom ezt, hogyha valamivel elégedettek, hogy a középkorban állva hallgatták végig az órákat, és a tanár is állt, de hát ugye nem voltak székek, hanem ilyen pultokra kellett támaszkodni nagyjából, úgyhogy hát bizony, így történtek ezek a dolgok. Az egyik leghíresebb könyv, amit általában magyaráztak, az a Petrus Lombardus, a Lombardiai Péter, Libri Quator Sententiarum, az ugye szentenciák, a mondások négy könyve, ami hát a korabeli skolasztikus filozófia összegzése volt. Tehát ebben kellett nagyon-nagyon pengének lenni, ahhoz, hogy valaki sikeresen végezzen az egyetemen. Háromfajta fokozatot lehet szerezni, ugye az egyetemi alapvető szint az a bakkalaureátus. Ma is például, ha valaki teológiát végez, elvégzi az 5 éves képzést sikeresen, és ugye leszigorodozik mindenből, akkor megkapja a teológiai bakkalaureátus. Az angolok úgy hívják, hogy bachelor degree, tehát ez a bakkalaureátusból ered. Következő szint a licenciátus.
ami már ugye licenciát ad, tehát engedélyt ad a tanításra, és a következő az a magisztrátuk, és amikor már valaki tanár, magiszter, és ezeknek a legkiválóbbjait úgy hívták, hogy doktorok. Sőt, hát a legeslegkiválóbbak még egy melléknevet is kaptak, hogy milyen doktor. Így például említettük a doktor universaliszt, az egyetemes doktort, Nagy Szent Albertet, vagy például az angyali doktor, Aquinoi Szent Tamást, a doktor Angelicus. Aztán ugye ilyenek voltak, hogy például doktor Seráficus, a Seráfi doktor, ugye a Seráfi rendhez, a Ferences rendhez tartozott Szent Bonaventura, vagy a doktor Subtilis, az éles elmélyű doktor, aki boldog Duns Scotus János, Ferences szerzetes, ugye. Tehát alapvetően azért van ez a kétfajta irányzat, a Ferences és a Domonkos iskola. Domonkos az inkább az arisztotelészi, ugye filozófiára épít, a Ferences az pedig inkább a platóni, illetve a Szent Ágostoni vonalat követi. No, szóval ezek a fokozatok, és akkor még csak annyi zárásként, hogy hát a ugye skolasztikus, tehát a egyik legfontosabb ugye disziplína, vagy hogy mondjam, tehát a középkori tudásnak a koronája az a skolasztikus filozófia volt, ugye a szkóla az iskola, tehát az iskolás ugye filozófia és teológia, aminek a fő gondolata az, hogy tudományos, filozófiai fogalmakkal kifejezni és magyarázni a hit igazságokat. Tehát egységes fogalomkészlettel, tudományos igénnyel, ugye szisztematikusan kifejteni a hit tartalmát. És ennek az alapja pedig az, hogy bár tudták, hogy a mi eszünk nem tudja teljesen ugye kimeríteni az Isten titkait, nem tudja 100%-ig megérteni a dogmákat, a hit igazságokat, nem is lehet 100%-ig bizonyítani észérvekkel, de azért a mi hitünk sohasem észellenes, sohasem kell elfelejteni ugye a logikánkat, a rációnkat, az értelmünket, hanem az értelem az nagyon szépen elvezet a hit kapujáig, megalapozza a mi hitünket, és utána a mi döntésünk az, hogy elfogadjuk a hit kegyelmét. De ugye nagyon szépen azért ki lehet mutatni, hogy a dogmák nem észellenesek, értelem fölöttiek, természet fölöttiek, de semmiképp nem mondanak ellen az észnek és az értelmes érvelésnek. Hát ezt ugye még II. János Pál pápa is nagyon szépen kifejtette, amikor azt az enciklikát adta ki, hogy Fides et ratio, hit és értelem. És a kettő nem lehet ellentétben. A diákjaimnak mindig mondom, hogy hát ha valami nem világos a hitben, akkor nem azt javaslom, hogy ne gondolkozz róla, ne legyenek kérdéseid, hanem csak vakon higgy, hanem kérdezz tovább, gondolkozz még tovább, még mélyebben, mert ekkor jönnek a válaszok. Hogyha valaki ugye úgy gondolja, hogy az esze az összeegyeztethetetlen a hittel, akkor rosszul gondolkodott, akkor a gondolkodásban is valami baj van, mert a hit is, meg az értelem is ugyanattól az Istentől származik, tehát nem lehet egymással ellentétben, összhang van a kettő között. A hit ugye nem más, mint észszerű meghódolás Isten előtt. És ezt a skolasztika nagyon szépen bemutatja. Ugye mi a fő módszere? A sicet non, tehát van egy tétel, például, hogy egy Isten van. És akkor ugye, melyek az ellenérvek? Hogy agyesek azt mondják, hogy nem csak egy Isten van, nézzük akkor az ellenérveket, különböző tekintélyeket felsorakoztatnak, utána ugye, tehát azt mondja Szent Tamás, hogy úgy tűnik, hogy nem csak egy Isten van, mert ezek is ezek az okok, sed contra, de ezzel szemben a következő érvek vannak, a pro et contra, ugye, a mellette és az ellenre szóló érveket ütközteti, és a végén ugye levonja a végkövetkeztetést. Tehát nagyon szép módszer, ugye ezzel a módszerrel erre épül a Summa Theologiae, ugye Szent Tamásnak ez az egész teológiát is erkölcstant összefoglaló, csodálatos, ugye középkori remek műve, ami ma is egy alapmű a teológia műveléséhez.
Egyébként a hit is az ész érte kapcsolatáról, ugye talán a legszebben fogalmazta meg Canterbury Szent Anselm püspök, aki azt mondta, hogy credo ut intelligam, hiszek, hogy értsek, vagyis, hogy a hit által még jobban értek. És aztán ugye a hit föltételezi az értelmet, és az értelem mindig a hitre épül. És aztán még utolsó helyen említem, hogy a teológiának a spekulatív, tehát az ilyen tudományos formája mellett kialakul a misztikus teológia is, tehát az a teológia, ami a szemlélődő imára épül, az elmélkedésre, és hát ugye ezeknek nagyon fontos művelője középkorban például a Clairvaux-i Szent Bernát, akiről már a Ciszter rend alapításánál ugye megemlékeztünk, Szent Viktori Richard, és hát bőven vannak női szentek is, ugye a múlt héten ünnepeltük 17-én Nagy Szent Gertrúdot, aki ugye a helvtai kolostornak Ciszter apácája volt, 5 éves kora óta nem lépte át a kolostor küszöbét, 40 éven át ugye élt a kolostorban, szemlélődő imában, és hát csodálatos tanításokat hagyott az utókorra. Vagy ugye például nemrég Benedek pápa egyháztanítóvá avatta Bingeni Szent Hildegárdot, aki szintén ugye egy ugye középkori szemlélődő apáca volt. Tehát ebben a misztikus teológiában bizony szerzetes nők is jeleskedtek. Úgyhogy hát nagyjából így jutottunk a középkor végére, és hát majd decemberben lesz egy ugye lelki napunk, 16-án, ha minden igaz, és utána majd a következő évben kezdjük az újkorral, a reneszánszal, és hát ugye az egyik csemegével, a Lutherrel és a Calvinnal, illetve az arra adott válasszal, úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő kedves figyelmüket.